Ma már csak a hídfő emlékeztet a hajdani hídra Balsán. A 206 méteres sorompóval ellátott vasúti és közúti átkelő tiszavirág életű volt mindössze 14 évet át, a II. Világháború idején egy robbantásban megsemmisült. A teljes szerkezetet itt csak korabeli fényképekről ismerhetjük. Meghívom önöket házigazdaként egy pár perces időutazásra. Kendóta egy tábla is őrzi az átkelő emlékét a híd főfalán, az ökoturisztikai látogatóközpont szomszédságában. A híd alapkövét lerakó egykori honvédelmi miniszter gróf Csáky Károly emlékére egy másik táblát is felavattak, halálának 75. évfordulója alkalmából. A példamutatás rendkívül fontos. Az ünnepségen a jelenlegi tárcavezető Csáky Károly emberségét emelte ki, példaként felhozva a hadirokkantakról való gondoskodását, illetve a honvédségi dolgozók pótlékának megemelését. Tett, mert tenni akart a hazájáért, az országért, a magyar emberekért, a régió a járás érdekében. Elismerés és köszönet mindazért. Thomas Mannra emlékezve azt lehet mondani, hogy méltán idézzük fel emléküket mindazoknak, akikkel tudunk azonosulni. Gróf Csáky Károly miniszteri munkája mellett a térség országgyűlési képviselőjeként is dolgozott az 1920-as években. Nagyon sokat tett a környék valamennyi településéért. Sok épület, beruházások fémjelzik az ő múltját, akár Nyíregyháza, Tiszanagyfalú, a Balsa kenézlő között megépült híd. Én úgy gondolom, hogy a mostani vezetőknek is példaértékű az ember szeretet, jótékonysági tettei, és mindaz a szemlélet, amivel a vidéki emberekhez kapcsolódott, és tett értük. Az eseményen elhangzott a híd hiányát a mai napig szenvedik a környékbeli települések, funkcióját komplátja el a Tiszán. Minden nap azt halljuk a kompon, hogy bár lenne Balsán újra híd. A komp ugye napkeltétől napnyugtáig működik és jár, viszont a híd az minden megoldana, az éjszakai átkeléseket is, és azt gondolom, hogy a Bodrog közben élőknek, illetve a túloldalon élőknek, Visieknek, Zalkodiaknak, egészen a Bokortanyáknak, Sárospatakig nagyon nagy szüksége lenne erre a hídra, és a megyeszékhelyet, Nyíregyházát is nagyon-nagyon gyorsan el tudnák érni a Borsod megyeiek. Tervek már készültek korábban az átkelő újjáépítésére. Az ünnepségen a honvédelmi miniszter is úgy fogalmazott, előbb vagy utóbb meg kell épülnie itt egy hídnak, az elődeink előtti tisztelgés jeléül, és annak a kapocsnak a szimbólumaként, amely összeköt minket a béke és biztonság érdekében.